fantasztikus figyelmet kapunk általad. Hát ez fontos, azt gondoljuk. Csernus doktor lett a 7. tengeri csillag keresztapja. Az ismert pszichiáter látogatását nagy média érdeklődés kísérte a Vadonatúgyőri vízi élményparkban. Nagyon sokan számít, hogy a létesítményben dolgozó csapat hogyan végzi munkáját. Hogyha ez egy harmonikus csapat, akkor aki ide beteszi a lábát, az szintén jól érzi magát, mint akár egy boltba, hogyha bemegyek, és az eladó az búval bélelt, akkor én alig fogom várni, hogy kimenjek onnan, sőt, nem is fogok venni semmit sem, sőt, nem is fogok visszamenni. De hogyha az eladó az mosolygós, kedves, akkor legközelebb hiába van mellette még három ilyen bolt, a mosolygós, kedves, eladós boltba fogok újra visszamenni. Tehát én azt gondolom, hogyha egy csapat jól érzi magát a bőrébe, akkor ott a kisugárzásban és a környezetben minden megváltozik pozitív irányba. Csernus doki arról is beszélt, hogy a tisztelet mindenkinek megjár. Hozzátette, Magyarországon sajnos a vendégek sok esetben rosszul értelmezik a kiszolgáló személyzet feladatait. Nem veszük meg a belépőjeggyel a kiszolgáló személyzetet. Mint ahogy a vendéglátásban nagyon sokszor van egy ilyen nagyon rossz hozzáállás, hogy bemegyek egy helyre, és akkor azt hiszem, hogyha megveszem azt az adott ételt, italt, akkor ezzel megveszem a pincért is, és elvárom, hogy a pincér csicskuljon nekem. Nem. Az nem a kölcsönös tisztelet jele. Nagyon fontos, hogy ezen változtassunk, mert így mindenki jó szájízzel fog hazamenni, mert aki itt dolgozik, az másnap is ide fog jönni dolgozni, és hogyha ő nem rendelkezik ennek a helyretételével, akkor ennek a feszültségét otthon fogja leverni, vagy az utcán, vagy a közlekedésben, vagy bárhol. A belső stabilitás az egész életünkre kihatással van pozitív irányba, és hogyha ennek nincsen megoldva, hát akkor megyünk a másik irányba. A hét tengeri csillagos minősítés nem csak Magyarországon, az egész világon egyedülálló. A Rábakvelle vízi élménypark és gyógyfürdő lesz az első olyan komplexum, amely egy egységes koncepcióra épül. Bemutattuk az épületet, az úszodát, milyen ételek lesznek, milyen családbarát lesz ez a fürdő, és akkor gondoltuk azt, hogy hát mi is legyen az utolsó, ami szinte a legfontosabb csillag, az pedig a humán erőforrás, magák az emberek, akik bent dolgoznak, akik azért dolgoznak majd itt, hogy ahogyan hallottuk ma Csernus doktortól, ne kiszolgálják az embereket, hanem inkább megkönnyítsék a életüket akkor, amikor ide bejönnek, mosolcsaljanak az arcukra, a feszültséget oldják, valaki a gyógyászaton, valaki csak egy kedves mosolya, valaki azért, mert egy jó ételt elkészített nekik, vagy egy jó koktélt szeretnénk. Ha ez a csapat, a mi csapatunk, ami körülbelül 165 főből fog állni, az egy olyan tényleges csapat legyen, aki mindazért dolgozik, amit előbb elmondtam. A Rábakvelle vízi élménypark és gyógyfürdő június 17-én szombaton nyílik meg, amit a TNT nagy koncertje vezet majd fel.